Köszöntöm nézőinket, Teleki Zoltánnal beszélgetünk, hiszen legutóbb arról beszéltünk, hogy egy edzői vizsgára készül, ló és lovasa. Érdeklődöm, hogy megvolt-e ez a vizsga, mit tudunk erről elmondani? Én is köszöntöm a kedves nézőket. Március 2-án Kaposváron a Lovas Akadémián részt vettem egy 2. szintű díjugrató és díjlovas edzővizsgán, ahol szerencsésen sikerült a edzői képesítést megszerezni, ami a Testnevelési Egyetemnek egy egyetemi szintű lovas edzői végzettsége. Ez akkor most önt mire jogosítja? Hát ezt kvázi mondhatnám úgy, hogy egy újabb szakma van az ember kezében. Ez egy 48 országban elfogadott egyetemi szintű lovasoktatói képesítést takar, ami a Magyar Lovas Szövetség által hivatalosan elismert, és akár munkavégzésre is feljogosít, önálló munkavégzésre. Tehát akkor, ha egyszer az álmai valóra válnának, akkor lenne egy saját ménese, ahol esetleg indíthatna a saját lovasiskolát, de hát ez majd gondolom, hogy egyszer talán megvalósulhat, ezt kívánom, és komolyra fordítva a szót, először is gratulálok ehhez a elért eredményhez, viszont beszéljünk arról, hogy hogyan szerepelt a ló, hiszen én úgy tudom, hogy volt egy tenyészszemle, amelyen elindultak kabalával. Igen, 2017. március 18-án megrendezésre került Budapesten a Kincsen Parkba a Tenyésztők Hétvégéje nevű rendezvény. A Magyar Sportló Tenyésztő Országos Egyesület, illetve a Magyar Félvér Tenyésztő Egyesület szervezésében 57 mélyjelölt volt az, akit felvezettek, és nyilván egy előszűrésen már átesett tenyészállat jelölt volt. Ezek között vezettem föl én is kabalát, aki habár nem magyar sportló fajtájú, de a magyar sportló fajta az minden kiemelkedő eredményt elért egyedet elfogad a fajtában, és az egyesülettől kapott meghívást a ló az elmúlt évi teljesítménye, versenyeredményei alapján, hogy vezessen föl és megnézik, hogy alkalmas-e tenyészállatnak. És hát nagy örömünkre az 57 lóból 36 ló nem kapott tenyésztési engedélyt, és a maradék 21 közé pedig bekerült kabala, és megkapta a tenyésztési engedélyt a magyar sportló fajtába. Akkor a 21 az egy nyerő szám volt a kabala számára is. Utána viszont azért nem csak azt nézték, hogy mennyire szép és mennyire tenyészménynek alkalmas, hanem megmérettették a Hortobágyon a következő versenyen is, hiszen előtte önbe jutott ebbe a döntőbe. A téli fedeles versenyek megkezdődtek októberben, és hát a ősszel egy pár fedeles országos minősítő versenyen részt vettem a lóval. Nem gondoltam akkor arra, hogy én majd az országos döntőbe bekerülök, vagy én ott indulni akarok, viszont olyan eredmények születtek az ősz folyamán, ami által a ló minősült a felnőtt országos fedeles bajnokság döntőjére, ami az elmúlt hétvégén került megrendezésre Hortobágyon. És ha már minősültünk, akkor én úgy gondoltam, hogy akkor részt is veszünk a legnehezebb versenyszámban, hiszen országos bajnokság döntőjében még nem lovagoltunk. Megérkeztünk szerdán este a lóval Hortobágyra, és csütörtökön volt az első elődöntő, ahol egy nagyon szép pályát lovagolva jutottunk tovább a középdöntőbe, a középdöntőt szintén sikeresen teljesítettük, és hát bejutottunk a felnőtt országos bajnokság döntőjébe is. A felnőtt országos bajnokság döntője egy nagyon nehéz pálya, és mivel a ló fiatal, még 8 éves lesz, és az ő kategóriája az egyel alacsonyabb, az ő korosztálya alacsonyabb szinten versenyzett, én úgy döntöttem, hogy a döntő 145 cm-es pályájára nem fogok vele belovagolni, hiszen még annyi rutinja nincs a lónak, viszont a elő- és középdöntő 135-140-es pályáit sikeresen teljesítette, és így összesítésben a 20. helyen végeztünk az országos bajnokság döntőjében. Itt azért most röpködnek jócskán a centiméterek, hogy hány centiméteresek voltak ezek az akadályok, de azért, hogyha visszagondolok így gyorsan, azért egy másfél-két évvel ezelőtt még a 120-125 centinél tartottunk, előtte meg azért a 110-nél, tehát azt gondolom, hogy ezek a számok is jelzik, hogy kabala óriási fejlődésen ment át. Igen, egy jó képességű ló, és nyilván mindent megteszünk, hogy szép lassan és fokozatosan érje el a teljesítménye csúcsát. Én úgy gondolom, hogy még nincs ott. Ahhoz, hogy még magasabb szintre kerüljünk, ahhoz folyamatosan újabb feladatokat kell a ló elé állítani. Persze mindig adni kell neki kisebb, könnyebb feladatot, amit már nagyon könnyen
tud teljesíteni, hogy nehogy a kedvét elvegyük, de mindig kell újabb és nehezebb feladatot elé állítani ahhoz, hogy a fejlődés az érzékelhető legyen, és elérjünk oda, ahova szeretnénk. Egy-két éven belül a magyar bajnokság döntőjébe szeretnénk lovagolni. Hát reméljük, hogy így lesz, és lesz-e még idén olyan jelentős verseny, amire szeretnének elmenni? Hát a versenyszezonban már a versenynaptárat megkaptuk, fel is építettem az idei versenytervet, amiben vannak országos minősítő versenyek. Az egyik célkitűzés az a országos tenyész bajnokság, ahova ha sikerül minősülni ősszel, akkor szeretnék elindulni a saját kategóriájába, a 8 éves lovak kategóriájába, illetve hát a magyar ló fajtának, hogyha ismét lesz országos döntője, ahol tavaly is részt vettünk, ott is szeretnék elindulni. A magyar bajnokság, ami augusztusban kerül megrendezésre, ott úgy gondolom, hogy még nem vagyunk ott, hogy mi a felnőtt magyar bajnokságba el tudjunk indulni, viszont egy kisebb amatőr számba szeretnék vele ott is részt venni. És mit kapott most a ló, hiszen azért őt meg kell jutalmazni ilyenkor, milyenkor a jutalom? Hát természetesen a jutalom nem maradhat el már, amikor a pályáról kijön a jól megérdemelt répát, és hát nagyon sok jó szót, simogatást, egy kis legeltetést minden napra, úgyhogy vigyázunk rá, és természetesen nem csak a lónak az érdeme ez, illetve nem csak az én munkám, hanem a tulajdonosnak, a támogatónak, a Kunlovardának, aki biztosítja a feltételeket és támogatja azt, hogy ilyen szinten tudjunk versenyezni, hiszen a megyéből egyedüli lovasként én vettem részt ezen az országos bajnokságon, egyedül minősültem. 27-en indultunk, 27-en jutottunk be egyébként az országos bajnokság döntőjére, és a megyéből én voltam az egyedüli lovas. Azt gondolom, hogy még szerencs, hogy a ló nem érzi, hogy ilyenkor milyen teher van rajta, ilyenkor csak a lovas az ön tudja, hogy azért ott bizonyítani kell, megyebe egyetlen indulóként is, de azért önöket láttuk már több alkalommal, hogy nagyon összeszokott páros, tehát minden rezdülésére figyel a ló önnek is, és ön is figyel, tehát én azt gondolom, hogy még 5-6 évig nagyon sok sikert fognak hozni a városnak is, és a lovardának is. Hát reméljük, és mivel a tenyésztés engedélyt is megkapta, úgy gondolom, hogy most már a csikói is majd miután megszületnek, ők is az apjuk nyomdokaival léphetnek, és hát majd várjuk a jelentkező hölgyeket hozzá, akik szeretnék megismerni Kabalát. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!